Mai alkalom együtt veletek az Úrban, és kívánom nektek, mindannyiótoknak, hogy legyen alázatos szívetek Jézusnak a csodálatos jelenlétébe. Mert mi itt összegyűlünk, de az Úr nevében gyűlünk össze, az Úrért és az igazság csodálatos fényében. És érintsen meg benneteket a Szent Szellem, mindannyiunkat, hiszen erre vágyunk, ezért gyűlünk össze. Ez nem egy mozi, vagy nem egy nem tudom milyen esemény, hanem Istennek csodálatos jelenléte. És egységesen összeállunk, és örvendezünk egymásnak az Úrban, és az Úrban, és összeáll a test, Jézus teste. A Szent Szellem pedig vezet bennünket. Halleluja. Hát ezt kívánom, hogy vezessen bennünket, és mindannyiótokat az üzenetekben, a bizonyságokban, és legyünk együtt az Úrral. Akinek a szívén van imádkozás testvéreimhoz, imádkozzon. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy összegyűlhettünk a te nevedben is. Kérlek téged, hogy te légy ezen az alkalmon, a főhelyen is. Segíts bennünket a legjobban rád figyelni, hogy alázzuk meg magunkat te rád is. Igazi mély tisztelettel legyünk te feléd, Uram, mert te hozzád jöttünk. Te eléd, Uram, is. Mi tőled várunk, tőled kérünk, hogy mit készítettél el nekünk a mai napra. És kérlek, Uram, hogy segíts nekünk, hogy ne menjünk el a te hangod mellett, amit te akarsz nekünk üzenni, hanem nyitott füllel és nyitott szívvel, a mi szellemünkkel halljuk meg a te igazságaidat a mai napon is. Kérlek téged, hogy etess meg bennünket, adjál nekünk a mai napon meg. Mi te rád szomjúhozunk, és mi tudjuk, Uram, hisszük, hogy te betöltöd a mi szomjúságunkat, megelégítesz bennünket, minden, amire nekünk szükségünk van. Így áld meg ezt a mai alkalmat, a te hatalmas nevedben, drága Jézus. Amen. Amen. Drága Szent Szellem, én is kérlek téged, hogy cselekedj csodálatosan a mai alkalmon, ahogy a feleségem kérte is, vágyódik te rád. Ugyanúgy, avval a szívvel vágyódok én is te rád. És kérlek téged, Uram, hogy a te igazságodnak beszéde, Uram, áradjon Tibin keresztül, Tibi felé is, és érintse meg az ő szellemét, és ugyanakkor az igazság gyógyítsa is őt, Uram. Mert mi hisszük, hogy neked mindenek felett hatalmad van, és kérlek téged, hogy segítsd őket, segítsd meg őket is. Legyen meg mindenben a te akaratod ő feléjük, Uram. Jézus nevében. Amen. Hálát tudok neked, drága Jézusom, hogy te hozzád szólhatunk, és te meghallgatol minket, Uram. Uram, hallod a férjemet, Uram. Kérek, erősíts meg még jobban, Uram. És hiszem, hogy te meggyógyítod, Uram. Mert olyan hitet adtál nekünk, Uram, hogy vele vagy, és te gyógyítod, Uram, és egészséges lesz újból, hogy itt lehessen köztünk, Uram. Te hallod őnek az okogását, drága Jézus. Kérlek, jöjjön te Szent Szellemed által, Uram, és munkálkodj, Uram. Te látod a mi szívünket, Uram, hogy tiszta szívvel állhassunk előtted, Uram, is. Mindnyájan majd te előtted fogunk állani, drága Jézusom. És én ezért hálát adok neked, tiszta igaz szívemből, most is mindörökké, amen. Köszönöm, Uram, hogy ma is összegyűlhettünk. Uram, kérlek, foglald el itt a főhelyedet is. Add, Uram, hogy minden egyes szó, Uram, minden egyes mondat, Uram, csak tőled jövő legyen, és a mi erősödésünkre szolgáljon. Kérlek, Uram, segíts minket, hogy mindenkor tiszták tudjunk maradni, Uram, és meg is tudjuk tartani, Uram, ezt a tisztaságot, amit adsz nekünk. Kérlek, Uram,
támogass minket. Itt sokszor oly gyengék vagyunk. Kérlek, Uram, Te erősíts meg minket a Te szent szellemed által is. Mutasd nekünk az utat. Uram, szükségünk van rád minden napon. Kérlek, Uram, így vezess és taníts minket a mai este is. Uram, kinek mire van szüksége, kérlek, Uram, add meg nekünk. Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Kinek van bizonysága az Úrtól és az Úrban? Az jelentkezzen és tegye meg. Ho-ho, Roland. Igen, egy apró, csak egy apró, egy nagyon egyszerű bizonyság, de ez is az Urat dicsőíti. A szeretetről szól lényegében, hogy ugye mindannyian mások vagyunk, mindannyiunknak más személyisége van, aki a kicsit beszédesebb, bátrabb, van, aki kicsit visszafogottabb és csendesebb, semmi baj nincsen egyikkel se. És van egy kollégám, aki nagyon-nagyon csendes. És legfőképpen azért, mert nem nagyon tud angolul, nagyon gyenge az angolja, és emiatt úgy ki van közösítve a társaságból. Ugye mindenki angol, kivéve én, de én el szoktam velük beszélgetni, és akkor ő meg ott szokott hátul úgy telefonozni, hogy csöndben el van, nem csinál semmit, vagy az autójában ül. És annyira megérintett, hogy egyrészt megsajnáltam, de másrészt meg csak bennem volt az, hogy látom rajta, hogy szomorú, látom rajta, hogy egyedül van. És oda mentem hozzá, és elkezdtünk beszélgetni, és amúgy nem olyan rossz az angolja, csak ő azt gondolja, hogy rossz az angolja. És biztattam, hogy beszéljen, mert meg tud beszélni, és hogy amúgy egész jó, tehát megértettem minden szavát. Kicsit hát nem igazi angol nyilván, de meg lehetett őt érteni. És láttam rajta, hogy őt annyira csak megmozdította, annyira jól esett neki, hogy oda mentem hozzá és beszélgettem vele, és utána attól kezdve pedig szinte minden reggel oda megyek hozzá és beszélgetünk. És láttam rajta, hogy nagyon teljesen más, mint ahogy azt kívülről gondoltam volna. Tehát ő is beszédes, ő benne is minden emberben van mondani való, neki is nagyon sok mondani valója van, és sok, hát egy olyan közel 60 éves férfiről van szó, szóval nyilván van mit mondania, és hát ilyen barátokká váltunk egyébként, és csak az, hogy látunk egy embert, aki úgymond elesett, lenézik az emberek, mert valamiért lenézik őt, például azért nézik le, mert nem beszéli a nyelvet. És én meg oda mentem hozzá, és beszélgettem vele, és azóta pedig szinte minden alkalomkor, amikor ott vagyok, és ő is ott van, akkor beszélgetünk. És láttam rajta, hogy nagyon jól esik neki, és már ő keresi a társaságomat valamikor. A lényeg az, hogy Jézus az elesetteket mozdította meg annó, és bennünk is ez van, bennem is ez volt, hogy csak látok egy embert, aki ott van egyedül, lenézik, elnyomják valamiért, és nekünk meg kell őket szólítani. Csak oda kell menni és szeretni őket. És nagyon látszik rajta, hogy örül és hálás, és beszél hozzá valaki, pedig ő már sokkal régebb óta ott van, mint én. És a többiek még szerintem a nevét se tudják. És ez olyan szomorú. Mert nyilván keveset találkoznak.
találkoznak egyébként, de akkor is nem, nyilván nem beszélhetnek. Szóval röviden csak ennyit akartam mondani, hogy ez nekem is jól esett, hogy úgymond éreztem azt, hogy kinyújtottam a kezem, és ő meg megragadta, és látom rajta, hogy csak örül annak, hogy valaki foglalkozik vele. Ennyit akartam. Csak egy ilyen egyszerű bizonyság a szeretetről, hogy szóljunk emberekhez, azokhoz főleg, akikhez nincsen szólva. Ámen, ennyit akartam mondani. Halleluja, nagyon fontos, és nem is olyan kis dolog ez, mert ugye a Biblia azt is írja, kéri tőlünk, hogy gyakorlati dolgokról is beszéljünk, és ez mind olyan. És rendkívül fontos, hogy felismerjük az embereknek a problémáit. Hát hogy lehetnénk akkor együttérzőek? Hol van az a szeretet, amiről beszél az Úr, hogyha ezeket nem érezzük át, és nem látjuk meg. Tehát köszönjük valamit. Van-e még bizonyság valakinek? Ó, Dávid! Köszönöm a szót. Legyetek áldottak, testvéreim. Nagyon örülök. Mindig nagyon örülök, amikor eljön a vasárnap este is. Újra együtt lehetünk, ha még virtuális térben is, de ez is nagyon jó. Sőt, még van egy plusz is, időnként személyesen is találkozhatunk némelyőkötökkel, akik haza tudtok jönni időnként. Csodálatos. Igen, nagyon fontos a gyakorlati hitélet. Nagyon fontos, hogy mit élünk meg minden napon. Teljesen spontán. Az az igazi, amikor nem tervezget az ember, hanem spontán, ahogy jönnek a dolgok, természetesen, ahogy a Szent Szellem vezet bennünk, és történnek a dolgok. Általában ezek az igaziak. Nos, én is így megyek előre, mostanában, hogy ahogy jönnek a dolgok, legyen úgy minden, ahogy az Úr akarja. Ezen érzem, hogy továbbra is dolgozzak, hogy az Úr akarata szerint menjen minden, és ne tervezgessek, ne gondolkodjak előre, hogy így legyen, meg úgy legyen, és amúgy legyenek a dolgok, meg így kell, hogy legyen, úgy kell, hogy legyen. Úgy érzem, hogy készen lépve kell, hogy legyek a nap 24 órájában. És természetesen minden hívőre ez érvényes. Készen létben kell, hogy legyünk arra, amelyek történnek. És ezeket a történéseket pedig az Úr hadd vezesse, hadd irányítsa. Nos, ez a lényege a hívő életünknek, hogy az Úr irányítsa másodperceinket, perceinket, óráinkat, minden időt, míg a Földön vagyunk, na nekünk az a kötelességünk elsősorban, hogy ebben dolgozzunk. Magunkat meg kell, hogy igazítsuk, oda igazítsuk Jézus vezetéséhez, hogy tudjon vezetni bennünket, ez pedig csak úgy működik, ha elcsitulnak bennünk az elvárások, az különféle elmélkedések, tervezgetések, és sorolhatnám még. Nos, ahogy némulnak, tisztulnak bennem elfele ezek a dolgok, egyre jobban tud a Szent Szellem vezetni, és én ezt érzem, nem csak érzem, látom is. Konkrétan látom a vezetését. Tehát minden lehetséges. Csak el kell, hogy jussunk ebbe az állapotba. Nos, ahogy eljutunk,
már nem érdekel bennünket végül tényleg semmi, hanem csak él bennem a Krisztus, és semmi más. A világból már semmi nem él bennem. És ha gondolkodok, csak ezekről gondolkodok. Krisztus dolgairól gondolkodok. Na és ennek a fényében működnek azok a dolgok, amiről most szeretnék beszélni, nagyon röviden. Ennek a fényében működnek azok a dolgok, amikről sokat beszélünk mostanában, a világ helyzete, illetve a tetrésia helyzete, a jövők helyzete. És ez nem ítélgetés, abszolút nem ítélgetés. Egyszerűen még mélyebbre visz a Szent Szellem a dolgok látásában, a helyzet belső struktúrájában, lényegében, és egyszerűen, amit látok, testvéreim, katasztrofális. Egyszerűen ez már maga a katasztrófa, amit látok. Isten gyermekei egyszerűen mozdíthatatlanul belelettek betonozva a tévedésbe. Tisztelet a kevés kivételnek. Bele vannak betonozva. Seki sebe. Nincs mozgás. Nincs semmi más. Csak az a hiú, magamutogató, gagyi, teljesen gagyi, felszínes kommunikáció egymással. De teljesen világi módon hozzáteszem, és semmi más, semmi több. Dióhéjban, vázolva. Már kénytelen voltam az egyik hívő embernek is tegnap azt mondani, hogy ne is hívjál engem, csak akkor, ha világosan látod, amiről beszélek, de az a gyanúm, hogy látod, csak nem akarod látni, főleg nem cselekedni, amikor majd rádöbbensz, hogy így nem lehet tovább menni, és meg akarsz térni, mert meg se vagy normálisan térve, és újjá akarsz Krisztusban születni, akkor hívjál, és készségesen a segítséget válasz. Ezt már másodszorra mondtam neki, és még mindig próbálkozott. Várom, hogy vajon próbálkozik-e még a gagyi szövegeivel továbbra is. Vagy valóban komolyan veszi az ütést. Ez csak egy azért mondtam el, mert ez jellemző. Egy jellemző dolog az egész egyházra testvére. Akkor elmentem egy gyülekezetbe, amit egy olyan pásztor vezet, sok év óta már, aki a pünkösdi egyház munkása volt, szellemi munkása egy időben, akit én ismertem is, sőt, az akkori gyülekezetében szolgáltam is egyszer, de többször már nem volt rám kíváncsi, amikor látta, hogy a Szent Szellem kitöltetik a szolgálatom nyomán a gyülekezetre, és csodálatosan működik szabadon a Szent Szellem hatalmas kenet által. Tovább már nem volt kíváncsi a szolgálatomra. Nos, azóta eltelt legalább 25 év, és újra találkoztam vele, de már a híd gyülekezetét vezeti. Nos, testvérem! Látott világosan. És még csak annyira sem tudott erőt venni magán a hiúságán és büszkeségén, hogy köszöntse nekem. Csak egy kézfogás erejéig. De ez nem is probléma, mert nem is számítottam rá, hogy így lesz, és így is lett. De ahogy szolgál, testvére, az maga a katasztrófa szolgálata volt. Teljesen katasztrófális.
Csak a pénzről beszélt. Csak a pénzről. Hogy hogyan lehet profi módon adakozni. És hogy az mennyire megáldja Isten, és mennyire az ilyen profi adakozókat, mennyire felhasználja az Úr, az milyen nagy, csodálatos talentumnak a megnyilvánulása. És aki áldott akar lenni, akkor az cselekedje ezt. De utána már nem is beszélt, átadta a szót egy másik prédikátornak. Aki viszont normálisan tanított. Nos, testvéreim, ezt akartam megemlíteni a mai összejövetelen is, hogy szinte fokozottan mélyülök elfelejtekben a valóságos dolgokban, amik tagadhatatlanok. Ez a valóság. És punktum, nincs mellébeszél. Isten népe bajba van. Nagyon nagy bajba. Nem lenne ilyen nagy bajban, ha hajlandó lenne a változásra. Ha hajlandó lenne elhagyni a bűneit és visszatérni az Úrhoz. De nem hajlandó most már. Semmit nem tett meg. Mélyen ragaszkodnak az eddig elért eredményeikhez, még akkor is, ha le vannak sújtva az eredményeiket látva, az eredményeik által. Akkor is csak ezt akarják továbbra is, és semmi újat, semmi közeledés, visszatérést az Úrhoz. Ez most már maga a szellemi katasztrófa, testvéreim. És úgy érzem, hogy hallgatnom kell. Nem is tudok sehova menni. Egyetlen gyülekezetbe sem most már. Persze, ha az Úr szól, menjél, megyek. De még nem szól, testvéreim. Semmi lelki furdalás most már nincs benne Isten népe iránt. Hogy mennék és hirdetném az igazságot, nincs bennem semmi. Csak erről akartam újra bizonyságot tenni. Nyugodjatok meg, amit láttok, ez valóság, mert mindnyájan látjátok, hogy nagy baj van az Eklézsia körül. Ez a valóság, és legyünk bölcsek. Erre szerettelek inteni újra benneteket. Legyünk bölcsek, tudjuk hallgatni, ugyanakkor továbbra is szeretni, testvéreim. Ennyi. Köszönöm. Halleluja. Ezért a bizonyságért, hiszen a valóság, ami elhangzott, és egy ilyen úgymond gondolatmenettel mentem én is keresztül ma, ami a szellemmel kapcsolódott, és azt figyeltem meg, azt láttam, hogy ahogy kötformájába, egy ilyen sötét kötformájába a bűn betölti a gyülekezeteket. És ugye ahogy figyeltem ezt, úgy jött egy példa, amikor a gyerekek megszületnek, és már értelmet kapnak. És tőlünk függ az, felnőttektől, hogy neveljük-e őket, vagy engedjük úgy, ahogy akarják, hogy játszanak, ahogy akarnak lenni, ahogy akarnak cselekedni, és mi történik a gyerekkel, hogyha ezt megtesszük? Az, hogy elkanászosodik. Tehát természetessé válik az, hogy azt csinál, amit akar. És ezt figyeltem meg a gyülekezetekbe is, hogy az emberek oda mennek, mint gyermekek, mert nem ismerik Istent, és a vezetőktől és pásztoroktól függ az, hogy nevelik őket. Az igazság által nevelik őket, vagy azáltal, hogy nyugodtan érezzék jól magukat a gyülekezetbe,
foglaljanak helyet, élvezzék a dicsőítést, adakozzanak, és legyenek el jól. És növekszik a gyülekezet, mert így is növekszik a gyülekezet, hiszen az emberek érzelmi vonalon ki vannak elégítve, táplálva vannak. De az a kérdés, hogy az igazság vonalon is ki vannak-e elégítve és táplálva vannak. És ugye látom azt, hogy ha a gyerekek nevelve vannak, ahogy Isten akarata kéri, és Isten kéri az igéjén keresztül, hiszen csodálatosan meg tudja tanítani az embert arra, hogy a mindennapjainkat, a gyakorlati dolgokat hogy éljük meg az Úrral, akkor a gyerekek másak lesznek. És tudni fogják azt, hogy mi a jó, mi a helyes, még hogyha elkezdenek kicsit kibillenni, akkor is gyorsan vissza lehet őket billenteni, vissza lehet állítani, és már is felejtik, hogy akár rosszalkodtak. Na, ugyanígy van a gyülekezetben. Hogyha neveljük a gyermekeket, akik az Úrban újján megtértek, tegyük fel, és kezeljük őket, akkor tudnak épülni és előre haladni. De ha nincs nevelés, nincs mutatás, nincs példamutatás, hogy téljen meg? Hogy lássa meg azt, hogy vannak bűnei? Persze már nagyon mély bűnöket már nyilván nem fognak úgy mutatni, de még most már az is kezd. Ó, már nem az, hogy kezd, javába a dübörög, az, hogy komolyabb bűnök is nem számítanak. Hogy tudja megtérni ott egy gyermek? Igazán, nem úgy, hogy egy valamilyenféle megtérés végbe megy, hanem szellemi megtérésről beszélek, ami átalakítja teljesen a belső lelkületét. És az óembert elhagyja, megtisztul, és új emberré válik az Úrban. Na ez hogy tud végbe menni, hogyha nincs a egészséges tanítás az igazság által? És az igazságos tanítás, az igazság általi tanítás az erőben van. Tehát megformáló, átformáló erőben. Azért is mondtam, hogy a Szent Szellem jelenlétébe tudjunk lenni, hogy el tudjon jutni az az üzenet, mert nem tudhatjuk, hogy a másiknak szól-e valami az Úrtól, vagy valami az életére, de neked azt meg kell hallani, nekünk meg kell hallani. És el kell tudni venni, és ez a lényeg. Tehát csak azért mondom, jött ez, mert ahogy beszéltél, Dávid, tehát teljesen már benne voltam, ahogy mondtad, hiszen egy ilyen, én nem voltam sehol, de ugyanakkor egy ilyenen mentem keresztül. És a másik, amit szerettem volna mondani, bizonyságot, azt már mondtátok, Dávid és Roland, hogy minden tőlünk függ. Tehát Roland felismerte azt a helyzetet, és szolgálta cselekedeteivel, szeretetben, dicsőség az Úrnak. Dávid pedig arról, hogy a nap minden másodpercében hogy kell megállni az Úrban. És igenis meg lehet állni. És ugye ezt mindannyian, akiknek az Úr az első az életében, ezt gyakoroljuk, és vágyódunk, szomjazunk az Úrnak a jelenlétére. És én is így vagyok. És egy olyan példát akartam mondani, hogy már túlórában voltunk, tehát már 10 órája dolgoztam, és hát az egyik kollégámmal voltam, egy munkát csináltunk, és húzta az időt. Aztán úgy az indulat jött bennem, meg a bosszankodás, de egyből figyelmeztettem magamat, de még csak emberileg, hogy én, mint az érzéseimet ne figyeljek rá, de már utána
észrevettem, hogy most már jobban bosszankodok, jobban zavar a fiú, és akkor már a Szent Szellemet kértem, hogy ne billenjek ki. Ne billentsen ki ez a helyzet, és elfogadom. És ahogy ezt így megtettem, azt vettem észre, hogy egy pár perc múlva már szolgálok a fiúnak. Halleluja! És nem úgy ám, hogy ott vannak az indulatok, hanem szeretettel tudtam szolgálni. És megérintette, szinte elváltozott a tekintete, pedig egy rendesen, elég keményen megkötözött fiúról van szó. Úgy megérintette a szeretet. És csak ennyire függ tőlünk az, hogy kezeljük a helyzeteket. És ha az Úrra figyelünk, akkor ő cselekedni fog. Van egy másik bizonyságom, hát ez a mennyei ember, ez egy ilyen olyanokon ment keresztül, hogy hihetetlen, de hát az Úr csodálatosan használta. És képzeljétek el, hogy áttették egy másik cellába, egy másik börtönbe, ahol 16-an voltak. De nagyon keményen ráúszították a börtönigazgató és a börtönőrök a 16 fegyőrt, hogy intézzék el és verjék ki belőle ezt az Isten szeretetet. Aztán az történt, hogy mind a 16 cellatárs, akik nagyon kemény emberek voltak, ütötték, verték ezt a szerencsétlent, de ő akkor is kiállt az Úr mellett, és mind a 16 megtért. És az történt, hogy kinevezték, hát ugye a börtönbe a cella vezető, aki a fegyenc, akik kiválasztanak a cellámba, a fegyencek egymás között, az mindig a legkeményebb. Tehát a legkeményebb fiú, tehát erőben. De itt az Úrban választották ki, és őt választották ki cella vezetőnek. A 16, aki megtért. És akkor már teljesen, már majdnem szétrobbant a igazgatóság, és azt mondta, hogy oké, akkor küldjük be hozzájuk a legkeményebbet. Majd az elintézi őket. És ez a legkeményebb, ez egy olyan ember volt, aki egyedül volt a cellába, meg volt kötözve a lába, meg a keze, mert mindig meg akarta magát ölni. És olyan szinten volt megkötözve, hogy így halálra harabdálta volna magát. És hogyha elengedték, vagy elengedte a kötözést a kezére, akkor egyből harabdált mindenkit. Tehát egy ilyen megszállásból, ilyen megszállott volt, és azt küldték be a cellába hozzá, hogy legyen velük ez az ember. És az történt, hogy ez a gyilkos megszállott ember, ez nagyon, nagyon rosszul nézett ki. Szinte agyon volt verve, a csontig be voltak hatolva a kötések a kezén, ki volt szakítva a haja, a szakála, tiszta véje volt, étel, ürülékes, meg, tehát nagyon a legpiszkosabb állapotot tudják, képzeljétek el. És ez a mennyei ember, ez oda engedte magához, és köszöntötte a cellába, és egyből eloldotta a köteléket, utána meg mondta, hogy hozzanak vizet, mindenki hozza meg a vizet magával, ami kincs volt ott, tiszta víz, és elkezdte törölni az arcát a vértől, a vért le róla, meg a kezét, a sebeit, meg fogkrémmel bekötözte és bekente a sebeit, ami valamilyen szinten összehúzta. És akkor mondta ez a vadember, hogy mindenki elutasított már, mindenki kiközösített, a családom elhagyott, a feleségem elhagyott, és te mégis szeretsz. Hogy miért szeretsz? És akkor azt mondta, hogy azért, mert Jézus erre tanít, és a Jézus téged szeret. És azonnal térre borult ez a vadember, és
megszabadult és megtért Jézus jelenlétébe. Halleluja! És az egyik legkomolyabb testvére lett ennek a mennyei embernek. Tehát ilyen csodálatos, átformáló ereje van a Szent Szellemnek minden helyzetben. És ezek olyan bizonyságok, meg tanulságok, nyilván, amikor olvassa az ember, hogy hát örvendezel, hogy ilyet hallasz, és van ilyen, és történt ilyen. És nézzétek meg, hogy ennek a férfinak a halálba kellett adni, milyen szinten a halálba kellett magát adni ennek a mennyei embernek, hogy mindenét oda kellett adni. Ahhoz, hogy az Úr felemelje őt az ő nevében, és ébredést tudjon csinálni Kínába. És ő rajta tette meg ezt. De előtte mindenét oda kellett adni. És ez olyan szinten ő is meg volt testileg törve, hogy amikor bevitték a felesége elé, akkor a felesége azt mondta, hogy ez nem az én férjem. Hogy az én férjemet hozzák ide, mert ő nem az én férjem. Hát ugye már 30 kilóval le volt fogyva, meg agyon volt verve. De kitartott végig az Úr mellett. Tehát az Úr csodálatos dolgokat tud rajtunk keresztül tenni, és ő rajta is. És még egy gyors bizonyság, hogy ő úgy lett mennyei ember, hogy úgy lett ez a neve, hogy a falun, az főutcán a rendőrök húzták, meg ütötték, verték, hát ugye kommunista korszakról beszélünk, ütötték, verték a főutcán, és mutatták az embereknek, hogy ne társalogjanak vele, mert hogy ő Isten hívő, Istenbe hisz. És ugye az volt a lényeg, hogy ki akarták belőle húzni, hogy mi az ő neve. És tudta, hogyha megmondja, akkor elárulja vele a testvéreit, és megtalálják a testvéreit is. És azt belekiabálta, elkezdte kiabálni, hogy a fő utcán, hogy a mennyei ember, mennyei ember. És ezzel tudta megmenteni, kiváltani azokat az embereket a faluban, mert egyből tudták, hogy baj jön, és menekülniük kell. El kell menekülniük onnan. Tehát ez volt a jelzés, és ezek az emberek elkezdték hirdetni, hogy a mennyei ember. És tehát így kapta az, így lett a könyvnek a címe is, hogy a mennyei ember. Tehát nagyon fontos az is, hogy állsz ki a testvéred mellett az igazságban. Mert lesznek, vannak nehéz helyzetek. És amikor oda kell tenni magadat, és vállalni bármit. De a testvéred az Úrban az mindentől fontosabb, nem csak barát, nem csak testvér, hanem az Úrban az Úrnak része, és ezek nagyon fontos dolgok. Tehát még ez volt, már azt veszem észre, hogy nagyon beszélek, elnézést. Dicsőség az Úrnak érte, és mindannyiótokért dicsőség az Úrnak érte, hogy vagytok az Úrban. A főszolgálat előtt Rolandot meghallgatjuk, van neki üzenete, és várunk testvérem, tiéd a szó. Köszönöm azt, hogy nagyon értékes dolgok hangzottak el az eddigi alkalom során. Ugye a mennyi ember az egy olyan ember, akire mindannyian felnézünk hívőként, mert hát amit ő tett, ez egyszerűen brutális, és nagyon, nagyon jó volt őt hallgatni. Szeretnék egy igerészt felolvasni a Bibliából, a Zsoltárok könyvéből, a 12. részt, 1-től 8-ig. Ments meg, örökkévaló! Elfogytak az istenfélők. Kiveszett a hűség, eltűntek a földről a hűségesek. Értelmetlen és hazug dolgokat beszélnek,
képmutatón hízelegnek egymásnak. Ést ki örökkévaló a hízelgő szájakat, vágd ki a nagyot mondó nyelveket. Akik ezt mondják, beszélünk nagyját tesz minket, nyelvünkkel uralkodunk, ugyan ki lehetne úrá felettünk. De az örökkévaló így felel, most már felkelek. A nyomorultak segélykiáltására felelek, megmentem a szegényeket, megszabadítom azokat, akik arra várnak. Az örökkévaló beszéde igaz és tiszta, mint a föld kohóban hétszer olvasztott, megtisztított ezüst. Örökkévaló, védj meg bennünket, e gonosz nemzedéktől ments meg, míg ha körül is vesznek mindenfelől, és magasra emelkednek a hitvány emberek. Amen. Ez benne az ige rész. Hú, igen, igen, ez az ige rész, ez mindent elmond. Igazából az elején, amikor azt írja, hogy ments meg örökkévaló, elfogytak az istenfélők, eltűntek a földről a hűségesek, és hogy értelmetlen és hazug dolgokat beszélnek, kimutatóan hízelegnek egymásnak. Hát erről már Dávid is beszélt egyébként. Tehát igazából ezt a vonalat viszem tovább, amit eddig mindenki így épített, ezt én is viszem most tovább. Vagyis az Úr viszi tovább, csak általunk, dicsőség neki. És pontosan ezt tapasztaljuk sajnos most a jelen világban, hogy tiszta képmutatás az egész. Tehát egyszerűen nem tudsz egy jót beszélgetni az emberekkel, hívőkkel meg már abszolút, mert az egész egy képmutatáson alapszik, mindenki egyetért veled, szinte, de teljesen más gondolnak, teljesen más irányba vannak benne, de egyetértenek veled. Utána hazamennek és csinálják azt, aminek az ellentétét mondták, hogy követik. Egyszerűen nem tudsz ma már egy jót beszélgetni egy hívő társaddal idézőjelbe, keresztényekkel, mert mindenki olyan langyos lett, mindenki annyira világias lett, nem tudok máshogy mondani, hogy már nem számítanak hívőnek. Tehát nem is tudom, miért hívjuk még minket hívőnek, miért hívjuk még őket keresztényeknek. Keresztényeknek lehet mondjuk őket hívni, mert tudjuk, hogy a vallásosság jellemzőjük. És hogy ez az egész csak olyan szomorú és felháborító, és gondoljuk el, hogy az Úr mit gondolhat, hogyan nézhet így az ő gyermekeire, hogy teljesen szanaszét vannak, mindenki egyetért egymással, idézőjelben, de amúgy valójában nem értenek egyet egymással. Kibeszélik egymást a hátuk mögött, és ócsárolják egymást, és egymás ellen vannak. Tehát olyan mi az ellentét az egységnek, hogy mondják? Olyan szétszoródás van, olyan széthúzás van a hívek között, ami már tudjuk, hogy az utolsó időkben vagyunk, és ezt éljük. Borzasztó. Egyszerűen csak tapasztalni, és olyan nem szomorú, hanem inkább olyan borzasztó, hogy nem tudsz már egységbe jutni az emberekkel, mert mindenki a hívőnek mondja magát, de különben meg mindenki a gonoszt követi, a saját egóját követi. Mindenki addig megy el, ameddig el akar menni, ameddig az kényelmes neki az életében, de hogyha már kellenek kockázatok, hogyha már le kell tenni vágyakat, hogyha már ellene kell menni embereknek, és lehet, hogy családtagokról van szó, lehet, hogy szerettekről van szó, akkor már húzzuk a kéziféket, és ez nagyon rossz, és tehát úgy szeretnék, meg mindenki úgy szeretne szerintem olyan lenni, mint ahogy a most beszélt Albi például a mennyei emberről. Mindenét odaadta, az volt az igazi, aki mindenét odaadta, és nem számított, hogy szétverik mindenét, és hogy kínozzák,
0-24-ben is, hogy berakják a legnagyobb és legvadabb emberek közé, ő akkor is az Úrral maradt, és akkor is nem tagadta meg az Úrnak a nevét. És az Úrnak ilyen szolgákra van szüksége. És ahogy a Zsoltárban is írja, hogy az Úrnak már elege van ebből a fajta viselkedésből, az ilyen fajta hívőségből, hogy csak beszélünk róla, de nem éljük meg, amit beszélünk. És nyilván mindannyian követünk el hibákat, és mindannyiunknak vannak bűnei, és köztünk valami ellen is ki akarunk jönni valamilyen megkötözöttségből, vagy bármiből, amit a gonosz, amiben belrakott minket a gonosz, vagy mi mentünk bele magunktól. De ez normális, ez abszolút normális, hogyha az ember ebben van benne. Viszont ne rekedjünk ebbe benne, és ne mondjuk azt, hogy ez így oké, okay, és hogy majd egyszer kijövök belőle, hanem arra kell törekedni, arra törekedj, hogy kigyerj belőle, és menjél ellene Jézus nevében a bűnöknek, különben a bűn megesz téged. Bűnné fogsz válni, konkrétan, az leszel. És az Úr nem erre hívott el minket, ott van minden a Bibliában, és egyszerűen olyan táborító az egész, hogy itt van minden a kezünkben, és mégse csináljuk azt, amire valójában az Úr eljött minket. És ezt most magamnak is mondom, mindenkinek, nektek is mondom, akik itt ültök, azoknak is mondom, akik majd hallgatni fogják, mindenkinek, hogy az Úr az többet vár el tőlünk. Azt akarja, hogy ő is odaadta az egész lényét, értünk, amikor felment a keresztre, és ő ugyanezt várja. Mi is menjünk fel a keresztre, érte? Nem szó szerint nyilván, de ezt kéri, menjünk fel, érte a keresztre. És ahogyan még írja a Zsoltárok, hogy éts ki örökkévaló a hízelgő szájakat, vágj ki a nagyot mondó nyelveket. Hát ezt aztán, meg főleg ma, hát ebből bőven van a nagyot mondó nyelvek, meg hízelgő szájak, akik mindent megígérnek neked, mindent, majd megcsinálom ezt, vagy megcsinálom azt, majd segítek, akkor segítek, akkor közben semmi nem lesz belőle. Ezek a mai hívők, semmi nem lesz utána, semmi segítséget nem adnak. Mindent csak ígérni tudnak. Mi ne legyünk ilyenek, hanem ismerjük fel, hogyha valakinek segítségre van szüksége, ismerjük fel azt, hogy egy olyan időszakban élünk, egy olyan történelmi korszakban élünk, amikor több a sötétség sokkal, és szinte alig van fény, és ismerjük fel, hogy nekünk kell lenni akkor annak a fénynek. Ha már nincs senki, ha már sehol nincs körülöttünk, akkor nekünk kell lenni. Nem tudom, hogy mire várunk, hogy majd valaki helyettünk fogja az Urat felmutatni, majd valaki, és akkor majd csatlakozunk hozzá. Nem, neked kell kinyitnod a szállat, és neked kell az Úrról beszélned, és az Urat felmutatnod. De az fontos, hogy mind a kettő meg legyen. Ne csak mutasd, hanem beszélj is az Úrról. És ne csak beszélj, hanem mutasd is fel. Kettő egymás nélkül nem működik. És minden ott van a kezünkben, ott van a Biblia, és minden adott, már csak nekünk kellene alázatosaknak lennünk, és engedelmeskednünk, mert valójában ami megállít minket, az az egónk. Mert akarjuk ezt is, akarjuk azt is, de az Urat nem akarjuk. Holott pedig az Úr az, aki tudja, hogy mi a jó döntés. Mi azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi a jó döntés, és afelé, az irány felé megyünk. És aztán észreveszünk, hogy hát tele van tragédiával ez az út, azért, mert ez nem tőle volt. Ha hozzámegyünk,
alázatosak vagyunk, leborulunk, és egyszerűen csak engedelmeskedünk az ő akaratának, akkor egy olyan útra fogunk tévedni idézőjelbe, ami az övé. És az már nem lesz olyan keserű, mint nélküle. Ott is tel ezt próbatétellel, de az nem, az másfajta lesz, mert ott lesz az Úr, ott lesz veled, ott fogni fogja a kezed, és mint vigasztaló a Szent Szellem, közre fog működni az életedben. És ha ez amúgy olyan egyszerű, csak annyit kell tegyük, hogy tényleg letesszük a fegyvert, magyarul az egónkat, magunkat letesszük, és csak követjük az Urat, és odaadjuk magunkat neki, mert ő csak ennyit szeret, csak ennyit szeret tőlünk igazából. És lesznek emberek, akik lenéznek majd ezért, és lesznek barátok, majd elfordulnak tőled ezért, családtagok is lesznek, akik majd elfordulnak ezért. Tapasztalatból beszélek, de szerintem ez nagyon sok voltak már átéltem, nyilván. De ez se állít meg, mert tudom azt, hogy ki van velem? Az Úr. És benne van a Bibliában. Ha Isten velem, akkor ki ellenem. És ha így kell lejelnem az életemet, hogy az emberek lehet, hogy nem fognak szeretni, akkor nem fognak szeretni. De az Úr azt szeretni fog. És ez a lényeg a nap végén, hogy a mennybe kerüljek. Mert utána egy örök élet vár rám, és nem mindegy, hogy most leélek maximum 90-100-110 élet talán, de aztán egy örökké valóság vár ránk. És amit most teszünk, azzal megalapozzuk azt az örökké valóságot, hogy melyik lesz. Mert csak kettő van, szenvedés, vagy pedig a mennyország. Pokol vagy mennyország. Tehát, ahogy a bizniszmenek mondják, investáljunk, tehát fektessünk be a jövőnkbe, úgyhogy az Urat kövessük, és amúgy nem olyan, én is azt gondoltam régen, hogy nehéz, de nem az. Vannak benne nehéz napok, és kihívó napok, de nem az, mert a végén mindig tudod, sőt, már az elején tudom, amikor valami probléma ott van, hogy ebből ki fogok jönni, hogy ebből az Úr meg fog menteni. Vannak testvéreim, akik igazán szeretnek. Megmondják a szemembe, hogy Roland, ez nem jó, rossz irány. Én ennél többet nem is akarok kérni. Van mindenem, de ennyi kell az Úr, testvérek. És így tudok előre menni. És nektek is ezt kívánom, hogy legyünk ott egymásnak, az Úr itt van velünk, de legyünk ott neki, amikor kell. És az elég gyakran van, szóval legyünk ott neki. Amen. Amen, ennyit szerettem volna mondani. Amen. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Amen. Ámen, dicsőség az Úrnak, építő rendkívül, amiket mondtál, és az igerész is nagyon komoly. Ugye, majdnem egész nap együtt voltunk, beszélgettünk csak az Úrról, de hát tényleg ez olyan dolog, hogy egyszerűen ebben nem lehet elfáradni, annyira jó az Úrral, és hallgatni is most, ahogy beszéltél, hogy megerősítő, és mennyire fontos, hogy az egység felragyogjon, és jó látni ezt, hogy itt az egység, dicsőség az Úrnak érte. Elérkeztünk a főszolgálathoz, ami nagyon fontos, hogy nyitott fülekre találjon, és szomjazó szívekre. Megmondom nektek azt, hogy miért.
Már egy olyan korszakot élünk, ahol a gyülekezetek egyszerűen nem tudják átadni az igazságot. Nem minden gyülekezet, de nagyon sok gyülekezet elbukott. És ez egy olyan korszak, ahol egy áthidaló korszak, amikor a szentségre, az igazságra, a szentségre, a megtisztulásra és az Úrban való imádatban kell állnunk, hogy az ezer éves birodalomnak a dolgait megalapozzuk. És egy nagyon kivételes csoport ez, hogy mi itt vagyunk. Én nem úgy akarom kiemelni ezt a csoportot, hogy hú, ez most milyen komoly, hanem a szívünk az Úr felé, és az igazságban való szeretetünk az Úr beszéde felé, hogy ragaszkodunk az Úrhoz, akármi is történik, és akármilyen állapotban is van a világ és a kereszténység, akkor is ragaszkodunk az ő igazságához, és azt írja az ige, hogy aki mindvégig áltatos, az megmarad. És az igazak az utolsó időkben felragyognak. És ez történik, hogy nekünk tartani kell az irányt. Ahogy elmondtad, Roland, úgy van, vannak nehezebb napok, de átmegyünk rajta, nem számít. És az Úr vezet bennünket, és adja az irány nekünk. És nagyon fontos, hogy ezekben a napokban ne érzelmeken keresztül legyünk vezetve, hanem az igazságban meggyökerezve legyünk, az igazság által vezetve. És így hallgassuk az Úrnak beszédét most, a főszolgálatot. Ámen. Dávidkám, tessék, tiéd a szó, testvérem. Köszönöm, Albi. Bár én még hallgattam volna, nagyon-nagyon szívesen Rolandot. Ez az, amikor egy élő beszéd hangzik, az ember azt érzi, hogy van mögötte egy igazán hívő élet. Egyébként nem hangozna olyan jó ízűen, úgymond, olyan valóság ízű nem lenne az a beszéd, legyen az bizonyságtétel, vagy tanítás, üzenet, bármi. Ez az. Nagyon fontos, hogy benne éljünk abban, amiről beszélünk, amiről bizonyságot teszünk. Ha nem élünk benne, szerintem akkor jobb, ha nem is beszélünk ezekről a csodálatos dolgokról. Ezért gyengült meg az egyház, mert elkezdték egy ideje, évszázadokról van szó, tanítani Isten országát. Mégpedig iskolákban, amiket teológiai egyetemeknek, főiskoláknak, vezetőképző tanfolyamoknak, bibliaiskoláknak még nem is tudom hány fajta nevet adnak neki, neveztek el, tehát ezzel elszúrtak mindent. Egyszerűen eltompították a hívő emberek bizonyságtételének, mindennemű szolgálatának az élét. Az élét vették el az evangéliumnak, ami kiárat Isten szolgáinak a száján. Az élét vették el ezekkel az iskolákkal. Nos, nekünk nem kellenek ezek. Ugyanúgy, mint ahogy Jézusnak se, és az ő első tanítványainak, az apostoloknak sem kellettek
abban az időben végezett, mert nem is volt ezekre az iskolákra, tanodákra szükség. Isten népe kijelentés által vette mindazt, amit Krisztusban a teremtő Isten meg akart velünk hozta. Kijelentés által kapta az eklésia. Nos, a kijelentés szelleme egy bizonyos napon, illetve a kijelentés szellemének a működése egy bizonyos napon el lett folytva, emberi praktikákkal, iskolákkal, és a többi, amiről lép az előbb beszéltem. És azóta nem működik, csak szorványosan, egyes emberekben. És ez az oka, egyik fő oka, ha nem a legfőbb oka, az egyházon belüli szétszakadásnak. Ami most már csúcsra jutott, nyugodtan mondhatjuk, csúcsra jutott a szakadás. Amiről Pál apostol világosan írt, hogy az Antikrisztus eljövetelének, színre lépésének az idején csúcsra jut a szakadás. Az egyházon belül, ugyanakkor a világon belül is, erről is sokat beszéltünk már. És rá is térek az üzenetre, amit nem csak ti vártok, én is várok, ugyanis nem erről akartam beszélni, amiről most szeretnék beszélni. Mással készültem, de néhány perce, csak néhány perce szólt Isten csodálatos szelleme, hogy következő alkalomról beszéljek az arról, amiről készültem, és most ő másról akarja, hogy beszéljek. És meg is mutatta azonnal az igét, hogy miről beszéljek, tehát erről fogok most beszélni, testvéreim. Legyetek teljesen nyitottak, ahogy Albi kérte, és legyetek segítségemre azzal is, hogy imádkozó szívvel hallgassátok, kérvén a ti lelketekben és szellemetekben a Szent Szellemet, hogy adja folyamatosan a kinyilatkoztatást nekem. De nagyon komoly dologról van szó. Ugyanakkor nagyon egyszerű, de nagyon gyakorlatias dologról van szó. Olyan gyakorlatias dologról többek között, amelyek nagyon aktuálisak, nagyon fontosak, életbe vágóak. A címe az üzenetnek a testben élő bűn egyetlen kárhoztatója. A Róma 8 alapján abból is az első 4 versről lesz szó. A szolgálatom alapjául. Tehát Róma 8, 1-től 4-ig. A testben élő bűn egyetlen kárhoztatója. Nos, ti már is tudjátok, kiről lett szó, csak Jézusról lehet szó, aki kárhoztatta a bűnt a testben, bűntesteként megjelenve a földön. Miért kellett neki megjelenni egyáltalán, ráadásul még bűntesteként a földön? Mert nem volt elég ember, akit Isten kiválasszon a krisztusi szolgálatra? Igen, nem volt. Abszolút nem volt egyetlen ember sem a földön erre a szolgálatra. Hangsúlyozom, erre a szolgálatra. Miért? Ezt is nagyon jól tudjátok. De azok kedvéért, akik nem igazán tudják az okot, a miértet, elmondom. Azért nem volt egyetlen
alkalmas ember sem a Földön arra, hogy Isten csodálatos tervét, a megváltást véghez vigye, mert mindnyájan vétkeztek, és íjjával találtattak az igazságnak. Tehát egyetlen bűn nélküli ember sem volt a Földön, aki tudta volna a bűnt kárhoztatni. Tehát kárhoztatás alá vonni, hogy különsíthesse ezáltal Sátánt. Ezért Istennek egy olyan módszerhez, egy olyan dologhoz kellett folyamodni, amit senki nem lett volna képes megtenni, hogy a saját fiát áldozza fel valaki. Egy ügyért és egy világért, az emberiségért és az egész teremtett világért. Nos, ez volt Jézus, az Istennek a csodálatos fia, aki együtt gondolkodott az ő atyával, aki Krisztusban a mi atyánk is, aki maga a teremtő, együtt érzett vele, és megcselekedte az ő atyának a csodálatos, megváltói gondolatát. Ez egy gondolat volt. Valószínű, hogy vártátok, hogy úgy mondjam, hogy megváltói tervék. És erre másképp fejezem ki. Megváltói gondolatát vitte véghez Jézus. Igen, Istennek egy megváltói gondolata volt, ami abból állt, hogy mindenek előtt le kellett, hogy csapjon a bűnre az Isten. És kárhoztatás alá kellett, hogy vonja a bűnt, mert a bűn volt az, amelynek olyan ereje volt, olyan belső ereje, hogy képes volt megfosztani az Isten teremtményeit, embereit az üdvösségtől. Képes volt lezárni a mennybe vezető utat. Ilyen ereje volt a bűnnek. Nos hát, ezt az erőt kellett, hogy Isten mindenek előtt kárhoztatás alá vonja. Tehát kiiktassa a forgalomból, egyszerűen kifejezve. Ki kellett, hogy iktassa Isten a bűn erejét a forgalomból? Nem a bűnt, a bűn erejét, jól jegyezzük meg. De végül, végeredményként, amikor a megváltás teljesen kiteljesedett és helyreállt az egész teremtett világ, az emberiséggel az élet, megszűnt a bűn, minden megszűnt, akkor persze kiderül majd, hogy a bűn valóban megszűnt, nem csak kárhoztatás alá lett vonva, megállítva az ereje, különösképpen ott, ahol Krisztus neve és ereje működésbe lép a Földön, hanem ki is lett iktatva a bűn. Nos, testvéreim, tehát a testben élő bűn egyetlen kárhoztatójáról fogok most beszélni nektek, és én hiszem, hogy olyan igazságok fognak elhangzani, amelyek megtarthatják Isten csodálatos szellemi nemzetét, a szellemi Izraelt. Sőt, megtarthatnák az egész világot is, ha a világ hallgatna erre a csodálatos kárhoztatóra, a bűn kárhoztatójára. De tudjuk nagyon jól, hogy ez még nem így működik. Csak egy kevesek a világból, csak egy kevesek hallgatnak Krisztusra.
Nos, ezek a keresek tudják igazán értékelni azokat a csodálatos igazságokat, amelyek elhangzottak mind máig 2000 év óta a világon, bezárólag a mai napig. Tehát így hangzik az írás. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A görög kéziratokban nem úgy van, hogy megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, hanem úgy van, hogy megszabadított titeket. Az eredeti görög írás szerint. Megszabadított titeket. Az egész ekklésiáról van szó. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő fiát, elbocsátván bűn testvének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint, illetve szellem szerint. Ámen. Erről fogunk beszélni, és én remélem, hogy ezek olyan igazságokat takarnak, amiket felolvastunk, hogy mintha ezen múlna minden. Mintha Isten országáról beszélne ez a négy vers. És arról beszélne, hogy hogyan lehet ebbe a csodálatos országba bejutni. Sőt, még arról is, mintha beszélne, hogy hogyan lehet abban megmaradni. És hogyan lehet oda bele gyökerezni örök időkre. Örök időkre. Tehát nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. És hozzáteszi az írás, ami nagyon fontos, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mennyi emberrel találkozunk nap mint nap, mi hívő emberek, akik keresztényeknek mondják magukat, de nincsenek Krisztusban. Nincsenek Krisztusban, hanem test szerint járnak. Egyszerűen test szerint járnak, és eszükbe sem veszik, hogy azok az igazi gyermekei Istennek és követői Jézusnak, akik Krisztusban élnek és szellem szerint járnak. Meg se fordul az eszükbe. Elég sűrven, viszonylag elég sűrven találkozok én magam is ilyen emberekkel, testvérén. Ők a nagy hívők, és ki is hangsúlyozzák, és büszkék a kereszténységükre. És amikor Krisztusról beszélek, mégpedig az ige alapján, egyszerűen nem értik a dolgot, és elbeszélünk egymás mellett. Nos, testvéreim, nagyon-nagyon fontos, hogy lélek szerint járjunk. Egy keresztény ember, attól keresztény, de inkább én azt mondanám a keresztény szó helyett, ti nagyon jól tudjátok, hogy attól krisztusi valaki, hogy ő benne él, egyszerűen minden percét, Krisztusnak szentelve, és mindent aszerint cselekedve, él nap mint nap, évről évre, amit csak lélegzik ezen a földön, mint addig,
Nos, ezek Krisztus követői. Olyan nagy dolog ez? Nem. Az ő terhe könnyű, az ő igája gyönyörűséges. Nem nagy dolog. Persze valójában nagy dolog maga a megváltás, és ebbe belecseppenni valakinek, és megváltott gyermekévé lenni Istennek, nem kis dolog, természetesen. De megmaradna hitben, megmaradni és követni Jézust, benne élni egyszerűen csodálatos. Nem lehet más mondani, mert hazudnék, képmutató lennék, ha nem ezeket mondanám. És azt látom, hogy Krisztus követőinek, magukat Krisztus követőinek kiadott emberek csak a panaszkodásból, a jajgatásból, a sírásból állnak ki. Persze vannak, akikkel nagyon nagy a teher, nagyon nagy fájdalmakat kell átélniük, nem ezekről beszélek, és egyszerűen semmi nem jó. Ilyenekkel találkozok főleg mostanában. Hogy van ez, testvére? Megismertétek-e az Urat, emberek, akik ezt művelitek, ahelyett, hogy boldogok lennétek, ahelyett, hogy az öröm szelleme sugározna belőletek, ti magatok is sugároznátok, fény áradna belőletek az igazság cselekvésében. A bizonyság tételeitekben, a szolgálataitokban, és csak a panaszkodás, a fájdalom, a követelőzés, és még sorolhatnánk. Vége hossza nélkül. Mi ez, testvére? Hova jutott a világ? Hol van az eklésia? Hol van Isten országának a ragyogása a földön? Hol van? Miféle ország ez, amit látunk? Ragyogni. Vagy egy mű ragyogott országot lát? Az bizony, testvére. Mű ragyogás az egész? Csinálunk elméleteket. Ma is hallottam, nem is egy ilyen elméletet a rádió. Köztük egy katolikus szentmisét is. Idáig jutott az eklésia. Bizony, nagyon jó egyébként, és eléggé mulatságos, de én legszívesebben nem kérnék ebből. Köszönöm szépen. De kérnék egy igazi eklésiából, ha megjelenne a földön, és látnám a Krisztust, az eredeti, bűnkárhoztató, isteni szemét megjelenni az életükben, és felragyogna bennük, belőlük, ki az egész világra, a Krisztus, ki az egész világra. Hol vannak az ilyen eklésiabeli igazi hívők? Na, hol vannak? Vannak, de oly ritka, hogy egyszerűen olyan nehéz találni egyet-kettőt. Ez már mondhatom, nyugodt lelkiismerettel, az eklésia tragédiája, testvére. Igen, és ezt kell elszenvedni a bűn kárhoztatójának, mert az eklésia nem úgy bánik a Krisztussal, mint a bűnkárhoztatójával. Nem úgy működik vele együtt, hogy rásegítsen, hogy igenis kárhozat alá kerüljön a bűn, elsősorban az ő életükben, egyes szám első személyben mondom, utána egyes szám harmadik személy következik, és a többi személy az egész eklésiára kivetítve. Na, hol működik ez? A bűn dicsőítik, nem hogy kárhoztatnák, az ő ige szolgálataikkal, testvére.
Mert nem úgy beszélnek a Krisztusról, és az ő országáról, és az ő hatalmas munkájáról, amit elvégzett. Nem úgy beszélnek, ahogy kellene, hogy kárhoztatnák Jézussal együtt, illetve a szolgálatuk, a kárhoztató, a bűnkárhoztató Jézusról szólna igazán és tisztán, és a világ fülehallatára mindenki számára érthetően, ahogy kellene, hanem vonákul. Kicsőítik a bűnt, akkor kinek dolgoznak, megkérdem tőle. Nem a sátánnak véletlenül? Mégiscsak. A sátántól ered a bűn. Nem az kreálta az emberben a bűnt? Nem az vitte át a bűn magvát? Az asszonyba? Hát akkor kicsit. Ez a evangélium, idézőjelbe teszem, evangéliumi szolgálat, amit hallasz, általánosságba beszélek, tisztelet a kevés kivételnek, az eklésiától. Na. Ez az igazi helyzet. Sajnos. Bár tévednék. Nos, neked és nekem. Legyél bárki nem csak ehhez a csoporthoz tartozó testvére. Bárki, aki hallod ezeket a szavakat. Neked már, ha Krisztusban élsz, és szellemi emberré lettél, és szellemben jársz, semmi kárhoztatásod nincs. Te Krisztusban élsz. Krisztus körbevett téged. Ki mert téged kárhoztatni? Már meg nekem. Még ha van is valaki, mert azért tudnak ellenünk beszélni, tudnak még szidni, átkozni is bennünket, tudnak ellenünk beszélni, nevezhetjük úgy, hogy kárhoztatni bennünket, de ez a kárhoztatás, ha körbevett téged Krisztus, visszaszáll az ő fejükre. Egy az egybe visszaszáll az ő fejükre. És ők kerülnek a saját kárhoztatásuk ereje alá. Mint egy átok. Olyan ez, mint egy átok körbe. Átkozz meg az Isten gyermekét, és te leszel átkozott. Miért? Mert a kárhoztatásnak, illetve átoknak, amit rádobol, semmi ereje nincs. Ezért semmi hatást nem gyakorol arra a hívő személyre, aki felé szántad a te átkodat. Semmi ereje nincs, lepereg róla. De van egy olyan természete az ilyen átoknak, illetve kárhoztatásnak, amely hasonló a bumerang természetéhez. Visszaszáll a fejére. Annak a fejére is jó hókonveri, aki merte kárhoztatni az Isten igazi gyermekeit. Igen, testvére. Csak az okkal elhangzott átok fogja meg azt, akinek szánták. Igen, megfogja az átok. De ha okkal lett kibocsátva az átok, akkor találja le azt a célpontot, akinek szánták. Igyekezz! Dolgozz azon, hogy igazi krisztusi életet élj. A kárhoztatás bármikor fog kijönni a sátán szájából, és a sátán által vezetett emberek szájából. Semmi hatással nem lesz rá, testvére. Semmi kárhoztatásuk nincs azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Tehát Krisztus Jézusban vannak, és itt a magyarázat,
akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Tehát megfordítva is mondhatjuk. Akik lélek szerint járnak, csak azok vannak Krisztusban. És ezeket már nem fogja kárhoztatni. Az atyánk fiainak a vádolója nem szűnik meg éjjel és nappal kárhoztatni Isten gyermekét. És akik a sátán felé hajlottak, nem az Úr felé középút nincs, azoknak is szól ez. Azok is a sátán szolgálják, a sátán eszközeiként élnek a földön, sátánban, nem pedig Krisztusban. Még akkor is a valójában nincsenek megszállva démonoktól, nincsenek megkötözve démonoktól, de kívülről igenis irányítva vannak démonok. Ha jól odafigyelsz, és szellemben méred a dolgokat, értékeled, akkor meg fogod érteni, miről beszél. Mindenképpen irányítás alatt vannak, vagy belülről, vagy kívülről. Szellemi csatornákon keresztül. És ezek kinek szolgálnak, hanem a sátánnak? Nos, testvérem, ha téged betöltött az Isten szeretet, benned már semmi kárhoztatás nem lehet, és nincs is. De azokat az embereket, akiket régen talán kárhoztattál, vagy szittál, vagy átkoztál, ha átkoztál, most már nem teszed, most már szeretni tudod őket. Mert Krisztusban él. És ezáltal te is a bűn kárhoztatójává váltál. Krisztusban élsz. Nem lehet másképp. Krisztussal együtt. Ahogy feleveled a nevét, te magad is a bűn kárhoztatójává válsz valójában. Minden hívő ember, aki Krisztusban él, és nem test szerint jár, hanem lélek, illetve szellem szerint, mindaz a hívő ember Krisztussal együtt, Krisztusban a bűn kárhoztatójának az eszköze, a személye, a személyisége. Miért? Mert Krisztus mutatott fel. Egy szentet mutatsz fel az életedben. És szentség árad belőle testvére. Minden beszéded a szentségről tanúskodik. És ez az, amikor meghallják ezt a beszédet, a bűn kárhozat alá kerül rajtad keresztül. Megérinti a bűnt az emberekben lévő, az emberekből kisugárzó beszédeik által, minden megnyilvánulásuk által kisugárzó bűnt, kárhoztatja. Ott el egyszerű beszédet. És az illető megítélődik. Amikor a kárhoztatás ereje megmozdul nála, belőled, a te igazi beszédet vagy cselekedeted által, egyből megérzi az önmagába van élő bűn jelenlétét. Egyből érzi a bűnösségét. És egyből ez a bűnösség érzés egy súllyá változik, egy teherré változik, és ez nyomni fogja onnantól kezdve. Lenyomja őt. Ezekből szoktak igazi megtérések is lenni. Vagy örökre kárhoztatás alá kerül. A saját, az igazság saját elutasításának a kárhoztatása alá. Azzal, hogy nem tért meg, pedig Isten szólt hozzá az ő hívő gyermekén keresztül, és a bűntudat megmozdult benne, minden leperget előtte
az egész életét, és tudta, abban a percben tudta, hogy neki meg kell térni, egyébként, ha nem tér meg, a pokolra kerül, mégsem tért meg, onnantól kezdve a saját kárhoztatása alá kerül. Ilyen ereje van a kárhoztatásnak. Nos, testvérem, menjünk tovább és fejezzük be. A Jézus Krisztusban való élet lelkének tulajdonképpen van egy csodálatos törvénye, amely megszabadít titeket a bűn és a halál törvényétől. Törvények vannak. Szellemi törvények mennek egybe. Kérdés az, melyik győz. Az győz, amelyet te akarod, hogy győzzön. Te fogod irányítni ezt a harcot. A te akaratodtól, a te választásodtól függ, hogy melyik szellemi erő győz. Itt nem az Úr fog győzni, hanem a te választásod által jön a győzelem. Mert az Úr ezen a ponton megáll. Mivel szabad akaratunk van, Isten tőlünk várja a döntést. Azt a döntést, ami a szívünkben van, vagy akarjuk, hogy az ott legyen. Vagy Jézust akarjuk szolgálni örökre, vagy nem. Harmadik nincs, újra mondom. A harmadik középutat arany középutnak is nevezik a világiak. Ezt a középutat az emberek találják ki azért maguknak, hogy az egójukat megtarthassák. És ne kelljen feladni az óembereket. Ezért találtak ki egy arany középutat. Se ide, se oda, középen maradunk. Ez a középut, ez nem úgy, testvérem. Ez egy mondva csinált, semmi az egész. Azt hiszed, hogy valami, közben valójában semmi. Nos, mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mondja az ige, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában. A bűnért tárhoztatta a bűnt a testben. Tehát, miért kellett Jézusnak jönni, mint a bűn kárhoztatója? Mert a törvény, a mózesi törvényrendszer nem volt olyan erős, hogy a bűnt kárhoztatás alá tudja vonni, ami azt jelenti, hogy megfogja benned, amikor odafordulsz Istenhez, elfogadod az ő útját, törvényét. Ő az ő ereje által, a törvény ereje által megragadja benned a bűnt, és kárhoztatá, kárhozat alá vonja benned a bűnt, ami azt jelenti, hogy meg is van bocsátva a bűneid. És mehet szabadon, szabad vagy. És Isten előtt is bűntelenné váltál. Az ő gyermekévé lettél Krisztusban. Ezt jelenti, na hát ez az, amire nem volt ereje a törvénynek. Nem tudta végrehajtani az emberekkel, Izrael népével azt, amit csak Krisztusban tud Isten végrehajtani. Tudnélik azt, hogy a bűnt kárhoztatás alá. Kellett egy szellemi törvény. A szellemi törvény kibocsátásához pedig egy csodálatos áldozatra volt szüksége Istennek. Egy olyan áldozatra, ami jobbat beszélt, mint az Ábel vére, ahogy a Biblia mondja, az ő vére kárhoztatás alá tudta vonni a bűnt. Igen, a Krisztus vérére volt szüksége.
az egész világnak ahhoz, hogy a bűntől szabaduljon, hogy kárhoztatás alá legyen bombok a bűn. És amikor ez megtörtént, Sátán mit tud csinálni a ilyenekkel? Na mit? Semmit, testvére. Mert ez a vér a Krisztus vére, áldozati vére. Jók áll a bűnösökért. Akire ez a vér ráhull, akit megmos ez a vér, jót áll maga a názáreti Jézus a szellemi világ előtt, beleértve Istent is, azért a személyért jót áll. Keveskedik, és tanúskodik arról, igen, ez az ember az enyém, engem követ mostantól kezdve, és ez most már nem a világ, nem a pokol felé haladó világ embere, hanem ez most már a menny embere. És ehhez a gonosznak semmi köze tovább nincs. Tehát a törvény nem volt elég ehhez, mert ahhoz, hogy kárhoztatás alá kerüljenek a bűneink, szellemivé kell, hogy legyünk. A törvény nem volt erre képes, hogy a zsidókat szellemi emberekké tegye. Továbbra is testiek maradtak. A test dolgait cselekedték. Bizonyos fokig, bizonyos értelemben. Tehát a bűn megmaradt az életükben. De megelőlegezte a mózesi törvényrendszerrel Isten a szellemi törvényrendszer jövetelét, amely el is jött a kirendelt napon Krisztusban, és a megváltás óta, és különösképpen a Szent Szellem kibocsátása, kitöltése óta szellemivé vált az Isten népe. Most már a szellemi élet dominál. Annak van ereje, igazi ereje, és elfogadottsága úgy az Istennél, mint az egész világon. Ha te testben maradsz és abban élsz, ha nem az Isten szellemével működsz együtt, és nem ő vezet téged, akkor te még testi vagy. És ha testi vagy, nem vagy szellemi ember. Ilyen egyszer. Mi lesz veled akkor, testvére? Mi lesz veled? A Biblia azt mondja, hogy a kárhoztatás alól még nem igazán tudtál kikerülni. Jó, meg vannak bocsátva a bűnei, amennyiben megtértél, bocsánatot kértél Isten. De mi van a többi bűneiddel, amiket azóta követtél nap mint nap? Azokért is kéred az Isten bocsánatát, el van intézve. De mi van a kárhoztatás erejével? A Biblia azt mondja, hogy szellemben jár, csak a szellemi emberek nincsenek kárhoztatás. De te nem lehet szellemi ember, ha nincs benned Isten szelleme, vagy ha benned van, de nem vezet téged, mert nem működsz vele együtt, azt hiszed, együtt működsz vele, de tévedsz mindenben. Egy hamis úton jársz, és azt hiszed, hogy az a jó út, akkor mi van valójában? Nos, testvérem, vizsgáld meg magadat, nagyon őszintén nézzél szembe magaddal. Én is ezt teszem nap mint nap, a nap szinte minden percében, ha kell, és vizsgáld meg magadat, és lásd. Isten segítsen meg téged, hogy lásd meg a valóságot, hogy valóban a te bűneid igazán gyakorlatilag is kárhoztatás alatt van-e, azáltal, hogy szellemi életet élsz, magad is szellemi ember lévén, az írások szerint, vagy nem.
végül a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Nagyon sok kereszténynek vallott, magát kereszténynek vallott emberrel találkozok nap mint nap szinte, akik testileg gondolnak, de szellemi embereknek tartják magukat. Hogy van ez, testvére? Hogy van ez? Hol van ezeknek az életükben a bűnkárhoztatója, a Krisztus? Hol van? Mert ha ott lenne, szellemi emberként élhetnének. Igen. A testi ember a test dolgaira gondol. Miért? Mert a gondolat ott van a középpontban, Isten előtt és az ördög előtt is. A te gondolatod, a te elméd, és ezért folyik a harc. De neked, ha szabadulni akarsz a gonosztól, ebben a szellemi harcban, a názáreti Jézus oldalára kell, hogy billezd az életedet, szabad döntésed által. Tehát dönts Jézus mellett. És akkor az ő oldalára billen a te életed, szellemi emberré válhatsz. De amíg testileg gondolkodol, testvére, addig ez nem történhet meg. Tehát Isten várja minden embertől, hogy döntse. Ő válaszol. Ő döntse el, hogy szellemi lesz, vagy testi marad továbbra is. Ez egy döntésen alapuló, nem kicsi dolog, testvérem, az életünkben. És a testnek gondolata alá. Tehát a testi ember, testvére, miába megtért, de a testi ember gondolatának a végső gyümölcse, eredménye halált. A Biblia mondja, nem én. És nagyon sokan vannak, akik megtértek, és úgy maradtak, és nem mennek tovább. Azt hiszik, hogy a Szent Szellemet is elnyerték, de abszolút nem így van a valóságban. Mert nem tanítják meg nekik, hogy miről van szó, hogyan nyerhetik el a Szent Szellemet. És megállnak egy helyben, és testvérem, testiek maradnak, és fel sem fogják, hogy azok gondolatok csak halál lehet. Nem pedig élet, mert akinek a gondolata élet, az életről szól minden gondolatod. Ez azért lehetséges, mert szellemi emberré lettél. Krisztusban élsz. Nem is lehet más, csak szellemi ember. Nézd csak meg, mi van írva. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Élet és békesség van benned, ha Krisztusban élsz, igazán, teljességgel. Olyan teljességgel, ahogy ő megígérte a benne hívőknek. Megígérte, hogy eljön a Szent Szellem és betölt, rátok száll és betölt titeket. És lesztek nekem az egész világon tanulni. Élő tanúi, az élő igét fogjátok hirdetni, mert az én szellemem rávilágít, amit most nem értettek, míg velem jártok, míg veletek vagyok. Akkor majd meg fogjátok mindazt érteni. Mindent, amit mondtam nektek, és nem értettek, mert persze, hogy nem értitek még, mert szellemi képpen ítéltetik meg ez a csodálatos mennyei tanítás. Eljön rátok a Szent Szellem, és mindent megmond nétek, amiket most nem értettek. És megtörtént szó szerint. Hol vagy testvérem? Szent Szellemmel betölt testvérem.
Szép beszélünk? Te is egy más Jézusról beszélsz? Én is? Jól van ez így? Hol van az az egyetlen igazság? Az az egyetlen út, amelyhez minden hívő embernek oda kellene fordulni. És csak arról az egy igazságról beszélni. Az hol van ez? És egységről beszél a világ? Miféle egységről? Mindenképp hamis egységről beszél a világ. Mindenképp egy hamis egység eszmét épít a világ. Ökumenikus, egy világrendszer, és így tovább, és így tovább. Nos, végezetül nézzük meg, a testi ember mit tesz valójában, milyen gyümölcsei vannak az életben, ugyanakkor a szellemi embernek is milyen gyümölcsei vannak az életben, hogyan valósulhat meg Krisztus, mint a bűn kárhoztatója életében. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. Tessék. Megtértél Istenhez? Meg is vannak bocsátva az eddig elkövetett bűneid? De mégis testi maradtál? Nem mentél tovább? A te gondolat meneted ellenségeskedés az Istennel. Ennyit tudod felmutatni, testvére. És én ezt nem tudnám megszámolni, testvére. Hányszor tapasztaltam meg valóságosan, hogy valóban így működik. Csak megtért emberek között voltunk. Néhány évig kezdetben a feleségemmel, miután megtértünk. Csak megtért emberek. Azt se tudták, mi az újjászületés, de mégis azt mondták, ők újjá vannak születve, mert megtértek. Minden megtörtént, mert megtértek. Hiába a Biblia teljesen másról beszél. A Szent Szellem vételéről is másképp beszél. Az újjászületésről is másképp beszél. De ők mégis azt állították, hogy náluk minden megtört. A Krisztus teljessége van bennük. Nos, testvérem, ilyeneket százával láttam, és tapasztaltam, hogy minden cselekedetükkel, szinte hozzáteszem, minden cselekedetükkel, gondolatmenetükkel, és így tovább, ellenségeskedésben éltek az Istennel. Mert azt láttam, és újra mondom, élő valóságában tapasztaltam, hogy másként beszéltek, mint azok, akik be voltak töltve Isten szellemével, újjászülettek, és a megszentelődés útján haladtak. Egészen másként beszéltek, ugyanarról az igéről, egészen másként tettek bizonyságot. Egy ugyanazon Istenről, Úrról, mint a megváltóról, és így tovább, mint ezek az újjászületett igazi hívők. Akkor hogy van egy testvér? Hány igazságban? Ki állt a jó helyen? Ki állt a jó úton? Ki hordozta magában a bűn kárhoztatásának az erejét Krisztus által? Ők, akinek csak sima megtérése van? Nehogy így legyen már, testvére. Ébredj fel és láss. Ha eddig még nem tudtad ezt, nem láttad ezt, láss. És ha úgy érzed, cselekedhet el, cselekedjél is. Állj helyre az Úrban. Nyerjél el mindent, ami neked van ígérve. Mert minden hívő embernek megvan ígérve mindaz az ajándék, amitről Krisztus beszélt, és amit megígért. Ő soha nem hazudott,
soha nem fellengzősködött semmilyen ígérettel, ő, amit mondott, minden szó szerint teljesedett be. És mindaz a beteljesedett ígéret mai napig is érvényes. Elnyerhetett. Tehát a test gondolata, itt a testi emberekről van szó, akik hiszünk Istenbe persze, közben nem ismerjük őt, mert csak a Szent Szellem által ismerhető meg Isten, a Szent Szellem pedig nem fogja neked Istent kijelenteni csak akkor, ha követed a názáreti Jézust igazán, igazán, teljes alázatban, egész életeden keresztül. Nos, hogy mondja az írás? Test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik. És most figyeld, mert nem is teheti. Erről beszél. Nem engedelmeskedik Isten törvényének, de azt hiszi, hogy engedelmeskedik. Felületes törvényeknek engedelmeskedik, igen. De hát azok csak a felszíni törvények, a kezdeti, az első törvények, ami csak azt mondja ki, hogy meg kell térni Istenhez, és bűnbocsánatot kell nyerni. De hogyan tovább? Hogyan tovább? Megmaradnak ezen a szinten. Tehát testi emberek maradnak, és nem tudnak Isten szellemi törvényeinek. Nem a Mózes törvényeiről van itt szó, hanem Isten szellemi törvényeinek nem tudnak engedelmeskedni, mert nem is tehetik. Hát erről beszél. Mikor tehetem meg, hogy engedelmes leszek a szellemi törvénynek? Krisztus törvényeinek, tanításainak? Ha betölt engem az Isten szelleme is, aszerint, ahogy ő vezet, követem Jézust. Nézd csak, miért mondta Jézus? Hogy rendben van, még most sok mindent nem értettek, de ha eljön rátok az Atyám, ígérete a Szent Szellem, minden igazságot kijelent néktek, elvezet minden igazságra benneteket, még a bekövetkezendő dolgokat is megjelenti néktek, és mindarra világosságot fog gyújtani, amit most nem értettek. Ebből érteni fogjátok, abban a percben, amikor betölt majd titeket az én szellemet. Tehát csak megtértünk, hol van a Szent Szellem, a megújító Szent Szellem, és hol van a bemerítkezés, az újjászületésnek a fürdője, ahogy Titus harmadik részében mondja a Biblia. Nos, hol van? Nincsenek? Hát akkor csodálkozunk, hogy nem tudunk. Nem tudjuk az Isten szellemi törvényeit megcselekedni. Hiszen érteni se tudjuk, mert azok szellemi képen ítélhetők meg. És érthetők meg csak a szellemi erő által. Isten szellemi világosság által. Hát erről van szó. A szolgálatban. Testvéreim, egyedül csak akkor nincs kárhoztatása a hívő embernek, tehát nem vagyunk kárhoztatás alatt, ha valóban Krisztusban élünk. Krisztusban, benne, és ő bennünk. Egyé lettünk vele. Ez egy csodálatos kapcsolat. A világ legcsodálatosabb életéről beszélek, testvérem. Arról az életről, amelyet soha nem látott, nem érzett, nem élt át senki. Csak Krisztus óta azok, akik Krisztusban. Mind a mai napig működik. Mi ezt nagyon jól tudjátok. Legyél a kárhoztatás eszköze, ahogy Krisztus volt, az a vér, amely kibolyt a kereszt. Tökéletes kárhoztatás alá vonta a bűnt. De a názáreti Jézus Isten országát
akarja felépítni a földön. Ami azt jelenti, hogy már fel van építve, de egyelőre csak egyes személyekben. Úgy lenne elvileg, hogy az egész eklézia az Isten országának az építésén dolgozik meg egyedek. Igen, de ez csak egy darabig volt így. Most már nem így van. Most már a saját egóját építi felfele, és együttműködik nem az Úrral, hanem a politikusokkal, testvéreim. És a mammon elejével annak enged, nem az Úr. Te pedig, ha engedtél az Úrnak pályán igazi kárhoztatás, a bűn kárhoztatásának a testvévé. Ha ezt megteszed, ha ez felépül benned, és ezeket a gyümölcsököt termed, ugyanolyan leszel, mint Krisztus volt. A bűn kárhoztatója leszel, testvére, és kedves szolgálatot lesz. Az Úr számára is, az egész teremtett világ számára is. Örömmel fognak szinte repesni, még az Úr angyalai, hogy amikor megszólalsz, azok a bűnös emberek, akik hallják a szavaidat, azonnal kárhoztatás alá esnek. És igazi megtérések lesznek a szolgálatod áll. Megítélések lesznek. Igazi törések lesznek, kárhoztatások lesznek. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, hogy meghasonlódjanak az emberek. A meghasonlás pedig csak a kárhoztatás beszéde, szavai és ereje által történik meg. Halleluja! Hát akkor mit csináljunk, testvére? Kövessük a názáreti Jézus, és legyünk a kárhoztatás eszköze. Persze, hogy meg fognak vetni az emberek bennünket. De miért? Nagyon jól tudjuk, hogy miért. Azért, hogy önmagukat igazolják. Mert ők nem az Istentől akarnak dicséretet, hanem az emberek. De te ne törődj ezzel. Te továbbra is maradj meg abban, hogy Isten dicsérete legyen számodra a kedvesen. Csak ezért az emberek véleményével pedig ne törődj ezzel. Keresd őket, és szolgáld őket, mert rászorulnak, nagyon rászorulnak, bajban van, testvérem. És ne dicsekedj olyan hiú, büszke meg önző módon, Isten kegyelmével, amit te már elnyertél, hanem maradj alázatban. Keressed az elveszett embereket, és mentsed őket, az Úr, illetve az örök élet számára. Ahogy csak tudod, az Úr áldjon meg, és valóban tegyen bennünk a bűn igazi kárhoztatásának az eszközét. Jézus nevében.